Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Mielőtt kinyitnám a Bibliát és közvetíteném ezt az üzenetet, elmondom azt, hogy mi a másik üzenet, egy kép. Olyan, mint egy képes lap. És ez úgy működik, hogyha becsukom a szememet, van előttem egy kép, ami nem mozog. És pontosan olyan, mint egy képes lap. És én úgy gondolom, ez a képes lap nem csak nekem szól, hanem talán neked is. A mai képes lapon volt egy kastély, egy terem, egy táncterem. Gyönyörű gyertyák, gyönyörű volt a függöny, és egy mármor padló. Ezen a mármor padlón volt egy női cipő. Úgy körülbelül olyan stílusban, mint a barokk vagy rokokó. Ez volt az egyetlen a teremben ez a cipő. Nem voltak butorok, nem voltak személyek. A cipő előtt volt egy nyílás. Olyan volt, mint egy cipszár. De ez a cipszár úgy nyitva volt elől, utána pedig zárva volt. És ott, azon a területen, ahol a cipszár nyitott volt, volt egy ilyen mély lyuk. Tulajdonképpen úgy lehetett látni, minthogyha bele esne valaki ebbe a gödörbe. És nem volt személy, tehát nem volt veszélyes a helyzet, de ez a kép számomra azt mutatta, hogy a cipő jelenti a lépéseket, előtte a cipszár, ami nyitott, és be kell zárni ezt a cipszárt, mert ha nem vagyunk zárkózottak, és minden olyan nyitott, akkor ezzel a következő lépéssel beleesünk a ködörbe. Hogy értelmezed te ezt a kártyát, illetve ezt a képes lapot, már gondolok a kártyavetésre, tehát hogy értelmezed te ezt a képet, leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok a mai üzenetre. A kép mindent elmagyarázott, hiszen lépéseket fogsz tenni, de ügyelj a következő lépésre, figyelj oda mindenre. Az a fontos, hogy megtartsd a nyugalmadat. Minden tovább megy, akkor is, ha kicsit lassan. Ne add fel, hanem ügyelj a következő lépésedre.
Légy bölcs. Gondolkodj el mindenen, és hozz okos döntéseket. Nem szabad elsietni az eseményeket, hanem minden úgy lépésről lépésre megy. Der König im Land wird gerade verfolgt. De ő esküszik arra, hogy meg tudja tartani a trónját. Neki vannak ellenségei, ő tudatában van ezzel. Te okos, majd úgy rendezi a dolgokat. Meg akarja tartani a trónját, és oda fog figyelni arra, hogy hogyan tudná ezt megerősíteni. Ami a népet illeti, vannak, akik kedvelik őt, vannak, akik nem. A király úgy gondolja, hogy az a feladata, hogy biztonságot adjon a népnek, erősítse a királyságot. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!